Prédon Jenő a nevem, 92 éves vagyok. Amikor én reggel délbe vagy este, előveszem a hangszert, zenélni kezdek. Én annyira feltöltődök a zenével, hogy minden álmon felállt be. Álmon felállt be, hogy rosszul működik a szív, álmon felállt be, hogy rossz közérzet. Elég kapom a muzsikát, elkezdik egy nótát muzsikálni, amikor elvégeztem. Hára vagyok jöjjön nekem, a muzsikó, a zene gyógyszer. Kérlek szépen, fel van-e a hangoló hegedűt? Ezt limoljunk egyet. Na figyelsz meg ide, Barika! A magyar nóta, ősi nóta, népdal, ősi esztét kell vigyük ágról ágra. Ennek nem szabad elveszni. Préda Barna vagyok, Zalánpatakon születtem, és 14 éves korom óta vagyok Jenő bácsinak a tanítványa. Egészen kiskoromban találkoztam már a magyar népzenével, a magyar nótával, nagytatám révén, és 2007-ben jött az a lehetőség, hogy Jenő bácsitól hegedülni tanulhatok, és azóta kötelességemnek érzem, hogy ezt a hagyományt átvegyem, átörökítsem, és majd, ha lehetőségem lesz, akkor átadjam a jövő nemzedéknek. 4 éves magyar idő alatt a magyar nótákból úgy feltöltöttem, hogy rettenetesen. Bakanautákot, katonadarabokot, fogornautákot, háborúsi nautákot. Úgy megtanultam, hogy most is azt muzsikálom, amik eszembe jut. Hogy primás lettem, én úgy ügyeltem a magyar nótákra, mint a két szememre. És elmerem mondani, hogy attól, mikor én átvettem a vezetést a zenekarba, attól Zalánpatakon megindult a kultúrmunka, tánc, színdarab. Egyetlen egy színdarab vagy tánc nem tanított Zalánpatakon, hogy Jenő bácsi ott ne lett mondva a zenekarról benne. Na látod, Barnika, ezt a gyönyörű magyar nótát, valaki tudja, ez kincs. Ígér meg, hogy ezeket a magyar nótákat te nem csak magadba tartod, hanem tovább fogod adni. Megígéred? Megígérem. Köszönöm. Akkor, amikor én Barnikát tanítani kezdtem, akkor már a zenekarból csak én voltam egyedül. És azt mondtam neki, Barnika, figyelj ide! Én tiszta ingyen, ha sikerül, megtanítok téged zenélni, hogy ne maradjon Zalánpatak egyetlen egy zenész nélkül. Nekem azt mondtam, nem kell, csak megnyugszom, hogy én hagytam magam után egy zenész Zalánpatakon. Ha valahol kell megjelenni, képviselni Zalánpatakat. A magyar népzene, magyar nóta az a kultúránk egyik nélkülözhetetlen pillére, és ezért nagyon fontosnak tartom, hogy ezt átörököljük, megtanuljuk, műveljük, és majd továbbadjuk.